A Merkantil Bank MB2 13. fordulójában a Szegedet láttuk vendégül. Ellenfelünk ellen sohasem volt könnyű mérkőzésünk. Évek óta a felsőházhoz tartozik a Szeged, de szorosan mi is oda tartoztunk eddig. A mérkőzés előtt a Szeged az 5. pozíciót foglalta el 19 egységgel, míg csapatunk a 12. volt 15 ponttal. Kezdő csapatunk egy helyen változott az előző Budafok elleni mérkőzéshez képest, ezúttal Pintér Dominik nem tudta vállalni a játékot, így az ő helyén ezúttal Valencsik Dávid szerepelt, míg Kroner Martin ezúttal középen kapott helyet, így a szélen újra Kaján Norbert szerepelt. Ellenfelünk kezdő 11-ében is volt egy ismerős arc, Haris Attila kezdőként kapott lehetőséget. A mérkőzést Zimmermann Mário vezette, asszisztensei Punyi Gyula és Kis Balázs voltak. Egy szegedi lehetőséggel kezdődött a találkozó, a 6. percben Prosser szánta el magát lövésre, Mergül megfogta a labdát. A mérkőzés 16. percében előttünk is volt egy szabadrugás lehetőség, Korozmán Kevin vállalta el, lövését csak nézte Molnár Farkas, nem sokkal ment mellé. 21. perc, a Szeged előtt is volt egy lehetőség, Mergülnek kellett kijönnie a kapujából és eltolni a labdát az ellenfél támadója elől. 27. perc, Varga István egy szerelésbe belesérült, azonban utána még tudta vállalni a játékot. Pár perccel később pedig egy ajándék 11-eshez jutott az ellenfél. Haris Attila ment a 16-osunkon belül a labdájáért, Kaján Norbert elrugott a játékszer mellett, azonban nem szabálytalankodott Harissal szemben, gyakorlatilag inkább a támaszkodó lábába belerugott Haris, mégis az ellenfél jöhetett. 11-es rúgással a labda mögé Bíró Bence állt, és magabiztosan értékesítette a 11-est. Két perccel később pedig nem tudta tovább folytatni a játékot Varga István, helyére Hajdú Roland állt be. Aztán tovább tetézték a bajainkat a 40. percben egy brutális könyökös, ami miatt lemaradt Lovrencsics Balázs, eltört az orra, ami miatt percekig ápolni kellett, végül nem tudta folytatni a játékot. Tökéletesen lehet látni, hogy bizony nagyon durván kin volt az a könyök, piros lap következhetett volna és 11-es, de a játékvezető nem látott semmit. Ráadásul le kellett cserélni ugye csapatkapitányunkat, a szünetben így hármat is cserélt Lipcsei Péter, Dragoner, Varga Zétény és Dobos Áron állt be a mérkőzésbe. Az 54. percben ismét egy szegedi lehetőség volt, Bíró Bence elbaltázta ezt a helyzetet, nagy lehetőség volt a 2-0-ra. Csapatunk sokkal jobban játszott a második félidőben, mint az elsőben, jóval agresszívebben játszott, és a 62. percben ennek meg is lett az előnye. Hajdú Roland lövése szánta el magát, bent középen pedig Dragoner Filip érkezett, és a hálóba juttatta a Soroksár egyenlítő találatát.69. perc, ismét előttünk egy lehetőség, a beadásra az ellenfél védője, Nagy Zsombor érkezett, éppen csak hogy kapu mellé fejelt szöglet következhetett. 79. perc, Varga Zétén csinálta meg a helyzetet, Hajdú nagy helyzetben lőtt, azonban jócskán kapu fölé mellé célzott. 81. perc, Dobos adott be újra, Dragoner Filip fejjel veszélyeztette az ellenfél kapuját, azonban középre célzott, így azt meg tudta fogni Molnár Farkas. Kontrázhatott az ellenfél, a 83. percben Borvető iramodott meg, a második hullámban érkező játékostársai elé próbálta a labdát betenni, azonban Katona az utolsó pillanatban szépen mentett. A 94. percben volt még egy felívelés, azonban nem volt több helyzet a mérkőzésen. Soroksár SC Szeged így 1-1. I'm really disappointed after this game. Our expectation was so high
Rendkívül csalódott vagyok, magas elvárásokkal érkeztünk Soroksára, uraltuk a mérkőzést, és csak úgy, mint korábban számtalanszor, most is volt egy 100%-os zicserünk ahhoz, hogy megduplázzuk az előnyünket, és esetleg lezárjuk a találkozót. Nem sikerült ezzel élni, utána pedig egy szabadrugásból gólt kaptunk. Meg kell találnunk ennek az okait, illetve a felelősöket. Én vállalom az én felelősségemet, de néhány játékos úgy érzem, hogy nem érdemli meg, hogy Szegeden játszon. Ellentétesen állunk most a céljainkkal, csalódáskeltő eredménynek érem meg ezt a döntetlent. Peti, gratulálok az egy ponthoz, hiszen hátrányból állt fel a csapat, viszont gondolom bosszus lehet, hiszen megint egy fél időt előnyt adtunk az ellenfélnek, de hát ennyi sérülés meg csere után végül is jól jöttünk ki a mérkőzésből, a második fél időre azt hiszem büszkék lehetünk, te hogyan láttad? Ja, abszolút így láttam én is, tehát nyilván most azt mondtam a fiúknak, hogy a második fél időhez gratulálok, hiszen sokkal jobbak voltunk. Én azt gondolom, hogy ez megnyerhető mérkőzés volt. Nyilván kaptunk egy 11-est, ami nem volt az. Ez azért egy kicsit erős volt, tehát én azt gondolom, hogy ebből is utána a srácok föl tudtak állni. Sajnos volt ez a két sérülésünk, amit megint nem értek a Lovrencsicsnél, tehát sárgalap nélkül megúszta az úriember, eltört az orra, és ugyebár a játékvezető pedig azt mondja, hogy az én játékosom menne ki a könyökének, hát éneket én még nem hallottam, de hát mindegy, most ez az Ajkán már ugyanez volt, tehát igen, ott a görögnek, az ikonokumnak ugyanaz volt, hogy ő fejed bele a vállába, eltört az arscsontja, tehát ezeket én nem értem, de hát ez mindig megmagyarázzák, tehát ezzel nincsen semmi probléma. Visszatérek a második fél időre, nyilván bele kellett nyúlni a csapatba, ugyebár a két sérülés miatt lecseréltem a három csatát. Én azt gondolom, hogy mindenki, mind a három nagyon jól dolgozott, és sem mondom le a kalappal a srácokkal, hiszen azért a végén megnyerhettük volna a mérkőzést is.